Sziasztok! Most említek egy pár dolgot, hogy mi a szerintem a sikernek a titka. A sikernek a titka alapszabály egy kereskedőnél. Teljesen mindegy, hogy sajátod az autó, vagy csak bizományos. Nincs olyan, hogy hát így hozta, akkor így mutatom meg. Ilyen nincs. Én nálam nincs, és én erre nagyon figyelek, hogy soha ne látszódjon rajtam arra az, hogy ez nem az enyém, vagy az enyém. Eladtam egy autót, és uh, kiderült, hogy akik megvették tőlem az eladott autót, nekik van egy olyan autójuk, amit tévesen vásároltak. A jelenlegi tulajdonosának mindig is Saudiai voltak. És nagyon tetszik neki ez a forma a mercinek. De amikor megvette, így már próba is érezte, hogy hát ez nem az, amit ő megszokott 15-20 éven keresztül. Mert világéletében csak audiai voltak. És de azért megvette, hogy majd úgyis megszokja, meg jó lesz ez, meg milyen szép, e, szebbnek találja ezt kívülről, mint a, az eddigi akármelyik audiát. Viszont nyilván az audi van egy varázsa, az Audi is varázsa. Merci-nek Merci varázsa van, a bmw snek BMW is varázsa van. Ö... Hogyha nem elég nyitott valaki, akkor hiába tetszik, hiába akármilyen jó, nem fogja otthon érezni magát. És ezt az autót megvásárolta, és használta, használta, de nem jött át neki. Úgyhogy visszatért a Q7-re. És amikor megvették tőlem az autót, akkor így elmondta ezt a történetet, azt mondta neki, hogy hozd el, majd én segítek eladni. És... Ö, megmutatom, hogy mit szoktam én csinálni autókkal. És itt teljesen mindegy, hogy saját vagy nem saját, én mindig, mindig vannak nekem ilyen megállóim, hogy mindegyik autónál azt végigjátszom. Egy leinformálom, megszerzem a teljes szerviz múltját, megnézem azt, hogy van-e rajt valami hiba, esztétika, vagy hibakód. Ennek is van hibakódja. Az a hibakódja. Hogyha elindítom, akkor kírja azt, hogy fék az kopás határ környékén van, úgyhogy hamarosan fékcsere. A hibákkal én mindig úgy vagyok, hogy mindig szeretek elébe menni. Mert a szerelőkkel vagyok én nagyon nagy problémába, hogyha nem, nem, nem szakszerviz csináltatja, hanem ismerősnek az ismerőse. Mert azok aztán sokszor olyan drágák, hogy mindegy márka szerviz. Úgyhogy ha van hiba az autón, akkor én azokat mindig megjavítatom. Mert tudom azt, hogy egy, egy az gyári ö, javítás, nem a Pistabá, nem az Olika, nem az unokatesó, nem a szomszéd, hanem beviszem a papázba, nyilván sokkal drágább, beviszem a papázba és megcsináltatom, kicserélhetem a féket. Ö, ennek két hibája van, ö, az, hogy hamarosan 20 nap múlva lejár a szervize, és a féket írja, hogy kopás határ környékén van. Mind a kettőt meg fogom csináltatni. Azért kell visszatérve itt a szerelőkre, azért kell mindig én nekem elébe mennem, mert amikor eljön egy vevő, és gondoljatok bele, eljöttök, és én nem csináltatom meg. És, de nyilván bele van kalkulálva az árba, hogy az meg van csináltatva, és én tudom azt, hogy a, a, a tegyük fel, ki kell cserélni az első féktárcsát, fékbetétet, az legyen 550 ezer forint. És mondom az új tulajnak, hogy figyelj, ezt nem tudsz alkudni, viszont elengedem az árából ezt, a, ezt a, az összeget, ami fedezi a fékcserét. Na most ő felhívja a Zolikát, meg az Apóst, Ó, hát ez két tona fölött van, hát az nem 500 000. ők 800 ezeret vannak. És mondom neki, hogy figyelj, ennyiért csinálja meg a papás. Nyilván én nagyon sokat dolgozok hétvégente, esély nincs felhívni a papászt, a jászplasztikot, akármelyik mercedes hogy ezt meg tudjuk beszélni. És rögtön már mit mond a Zolika? Mert a Zolika hozzájut ennek a, az alkatrészéhez. Itt tudom én 400 ér, vagy 300 ér, de ő, hát nyilván ő ezen keres. A rokonnak mindig ingyen dolgoznak, de a Rokonnak tudjátok, az a, az a legdrágább, és a, a nem mindig a legjobb minőség. Na, és akkor azt mondja, hogy 800 ezer. Én nem fogom hagyni, mert nem hagyhatom, hogy, hogy plusz 300 ,000 forint azért legyen, kifizetve, vagy a tulajta beszéljem rá arra, hogy figyelj, 8000 800 nem de vagyis nem. Ezekből tudnak félreértések lenni. Sokkal egyszerűbb, hogyha már amúgy is elengedett a zárból a, a, az ilyen vételi vagy eladási tanácsadás, hogyha tudod azt, hogy igen, rossz a fék, mert írja, hiába nem rossz, hiába van még benne 5000 km vagy 8, mert mindig sokkal hamarabb jeleznek, mint ahogy elkopna teljes teljesen úgy mondva, azt meg kell csináltatni. Mert amikor kijönnek, és nem mindegy, hogy azon, nem mindegy, hogy azon egyezkedünk, hogy na most akkor 550 ezer vagy 850 ezer forint, mert a papász meg a Zolika nem egyet fúj, és vagy pedig azon egyezkedünk, hogy akkor e alakulni egyáltalán egy hibátlan autóból, vagy nem. Mert amikor idejössz, és tudom mutat neked itt a számlát, hogy a, most volt a papásznál, kicserélték a az első féktárcsát, fékbetétet, meg, meg, most volt kötelező szervizen is, ami összesen volt x forint, és nézd meg, igazából azóta elment 100 km, ez egy frissen szervizelt autó, majd legközelebb újra 25 ezer km múlva kell olajat cserélni, hogyha nem csinálsz köztes szervizt. Ez a szervizek. A szerelők, azok mindig ott próbálnak plusz pénzt keresni, ahol tudnak. És Érdemes megcsináltatni így magatoknak, számlát eltenni, és akkor tudjátok igazolni, hogy igen, az ki lett cserélve. Ez a javítás. A javítások még kitérhetnek, például az, hogyha az első meg van húzva, meg van nyomva, meg eláll, mert egy patkáról letolatott, és felnyomta, a, 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 a magas volt a patka, és így kiugrott a, így tudom én, tegyük fel itt, itt kiugrott, ez nem, csak példákat mondok. És érdemes ezekkel, el, hogyha van egy olyan, na tegyük fel, hogy ez itt elállna. Hogyha itt ő elállna, akkor elvinném szervizbe, hogy vegyék le a lökkelitot, nézzék át ott mögötte a dolgot, hogy miért áll el. Keressék meg azt a sérülést, ami miatt az elállhatott. Mert csak úgy elállni nem szokott elállni, szóval valahonnan kaphatott egy egy nyomást. Például, hogyha ide beletolatnak, ide beletolatnak, és nem, nem tél van, hanem nyár van, mert télen ezek a műanyag dolgok mindig elrepednek rögtön, hanem nyár van, oda beletolatnak, ott félreugrik, de itt meg semmilyen nyom nincs. És azért kell levetetni ilyenkor mindig a lökkerítot, hogy nézzenek mögő, mögé, és állapítsák meg, hogy miért lehet ott. Mert tegyük fel, el van törve egy lámpafül. Hát, egy lámpa, most ez a lámpa, satszfer kb. másfél millió forint. És ugye, ugye mennyire tiszta az, hogy mit van, mit adsz el. Mert hogyha elviszik fél év múlva, és azt mondják, hogy fél év múlva felhívnak, hogy te figyelj, olyan autót adtál el, ami, 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 nem jó. És akkor így te megmondod, hogy de hát jó volt. Nem volt hibakód, volt szervizbe, volt ez az amaz. De hát tudod, félreállt egy, ott a lökhárító, hát az valószínű azért lehetett, de hát nyilván fél év elvitte, ő is már annyiszor állt be a parkolóba, és soha senkinek nem lesz igaza, csak igazából pont úgy jött ki, hogy, hogy de ki jöhetett volna úgy, hogy ebbe belemész, és akkor megcsináltad te. És akkor tudod azt, hogy hibátlan autót adsz el. Na én ezekben mindig teszek energiát, hogy ne legyen későbbiekbe vita, ne legyen nézeteltérés, ne legyen az, ne legyen olyan dolog, ez a legrosszabb dolog, hogy na most akkor kinél volt az a hiba. Például, hogyha van egy kavics a szélvédőn vagy valami, azokat mindig megcsináltatom. Mert amikor én megcsináltatom, elmegyek a Tesco parkolóban, itt Fehérváron ő a legjobb a kisöreg, elmegyek oda, ránéz, és ő csirpőből mondja, hogy figyelj, ezt meg tudom csinálni, vagy nem tudom megcsinálni. Nyilván mindéket meg tudja csinálni, csak nem mindegyikre vállal garanciát. Mert amelyikre nem tud, ez most egy élő példa, egy héttel, két héttel ezelőtt volt egy Audi Q8, megvásároltam, és előtte nap a tulajdonos kapott egy követ. És jöttek vevők. Én elmentem, megrendeltem a szélvédőt, és 188 ezer forint volt, mert volt bent jó pár szenzor, így úgy amúgy. Jött a tulaj, mondta meg, hogy figyelj, el tudod vinni az autót, de vissza kell hozni 5 nap múlva, mert vagy 3 nap múlva, mert akkor jön meg a szélvedő, gyors kicserék és mehetsz is haza. Hát nem, ő nem akar, vagy mondom, hagyd itt az autót, és majd 5 nap múlva, vagy amikor elkészül, akkor el tudod vinni. Nem, nem, ő azonnal el akarja vinni, mert használná, majd ő kicserélteti. És mondta neki, jó, oké, okay, 188 ezer forint, kicserélése minden el együtt. Tényleg csak annyi. Hát no, én is csodálkoztam, ennyi. Mondom, alvászám szerint ezt a szélvédőt írja bele. Én örültem neki, mert azt hittem, hogy lesz egy 200-300, vagy 200 és 400 ezer között minimum. Hát ő felhívta az ő zolikáját. Majdnem 600 ezer fontos ára ajánlatot kapott. Mondtam neki, hogy figyelj, írd már fel a, a cikk számát, vagy a, 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 igen, cikk száma van a, a szélvédőnek, hogy melyiket kapja, milyen márkából. Hát az ő zolikája felírta, oké, okay, én felhívtam, a, hogy, hogy biztos, ami biztos, én felhívtam, hogy figyelj, ezt a szélvédőt, te milyen szélvédő, az én ismerősemet, te milyen szélvédőt adsz, és add meg az azonosítóját. Megadta ugyanaz a kettő ablak. És euh, itt jön ki az, hogy ha megcsináltatod a szélvédőt 8000 fontért a Tesco parkolóba, euh, akkor egy, az nem tud tovább menni, az már nem tud kárt okozni, mert hogyha megcsinálják, akkor ott az már meg van csinálva. Nyilván van az, amikor már elindul pár centit, azt már nem lehet megcsinálni, ott már cserélni kell de amikor te mindig beleállsz és megcsináltad minden ilyen kis apró dolgot, tudom, fáj az, hogy kell egy szélődőt ki kell fizetni, mert ki kell fizetni, de mennyivel jobb, mint utána magyarázkodni annak, hogy hát de nem is az, és téged le... Na, most gondoljatok bele, vagyok én, mint autókereskedő, az autókereskedőkről alapból rossz a véleményük. És amikor megvesztek egy autót, és elviszitek, és, és van úgy ember, hogy ő nem, nem informálja le, hanem elviszi azt, hogy 188 ezer. Elviszi haza. És elengedem a 108, vagy elengedem a 2000 200 ezer forintot, mert leveszi a terhet a vállamról. Levonjuk a 2000 200 forintot, és akkor hazamegy, és akkor ő megrendeli az ablakot, vagy az üveget. Tudja, meg se kérdezi, hogy mennyibe kerül, mert mit tudom én, tudja az, hogy 5-10%-nál hát, miért lenne több a különbség. Megrendés, majd amikor ki kell fizetni, akkor kifizetik majdnem a 600 ezeret. És Szerinted a Zolikát, akivel pattársak voltak, meg, meg országos cimborák, egyre egy együtt járnak meccsre, ő neki hisz, vagy nekem, mint autókereskedőnek? Hm? Ja, úgyhogy akár mikor, például amikor van ilyen, mint ez a Q8-as is, na, rögtön csípőből mondtam, közben sétálgatok, hogy itt a mozgás érzékelő érzékeny. Csípőből mondtam, oké, mi a kódja, mi a izé, beszállító, milyen beszállító, így ugyan, úgy, amúgy azonosítsuk be, hogy ki milyen szélvezőt tud. És akkor, amikor megegyezett a kettő, akkor így mondtam meg, hogy figyelj, én vállalom azt, hogy amit a, az üveges mondott. Az üveges az nem karosszélakatos, az nem, nem nem autófényező és még mellékállásban csinálja az autóövegezést, hanem ez egy autóövegezés, semmi más, nem foglalkoznak húsz évet, csak autóövegeket cserélnek. Mondom, ennyi. Mondom, a Zolika, ez jó, van egy másik ismerősöm, akkor felhívja őt is. Felhívta, ő már 300 ezer fontos ajánlatot mondott. Na, mondom, ő már jobb barátodnak kell lenni, mint az előzőnek. Mondom, az előző az gazdaságilag működik, nem igen, vagy ne, nem, nem kevésbé, Na, úgyhogy a tök egyértelmű, átlátható, egyszerű dologból olyan szintű féri értés lehet, és nem neked lesz igazad, hanem az olikának, mert az olika az ott van már mióta, és így úgy amúgy. Na, engem nem érdekelnek az olikák, engem nem érdekelnek a, a, a sógor, meg ezek. Én mindig azt csinálom, amikor megkapok egy autót, szépen én lemosom, körbenézem. Nyilván a lemosás az azért fontos, mert amikor fogod mosod, és hát ezt kétszer kell lemosni, ezt levereted, behabozod, hogy jöjjön le róla az összes gyúva, utána megint levereted, és akkor utána a samponnal, szivacsal szépen átmosod, akkor utána, amikor mosod át, már akkor is Kell észrevenned a kavicsfelverődést, a szévédő repedést, ezt azt hogy mindegy, mindig jön neki. Ebből már 100.000 kilométer van majdnem ebbe az autóba, úgyhogy itt már ez természetes dolog, hogy lesz egy kicsi meghúzás, egy kicsi akármi. Tízből kettő hibátlan 100.000 kilométernél, és mindig lemosom, és akkor szépen, hogyha van a felnin, például egy patka nyom, Na, akkor én abba teszek energiát, nyilván nem fog lefényeztetni négy darab felnit azért, mert van egy patkanyom, patka nyom. Elmegyek a festőz, nagyon jól ismerlek engem már. Elmegyek a festőz, oda a kocsival. Most keresek itt egy, na itt egy, itt egy kis sérülés. Oda megyek, tiszta autóval megfogják, ide teszik a gépet, ahol teljesen tiszta a fényezés oda teszik, megmérik azt, hogy milyen színkódú a, a, a keréken fényezés, és akkor lehet kapni, hát ők nekem mindig úgy adják, mint a női körömlak. Ilyen 0,2 deci festék van benne. na hát azzal szépen így kiecsetelem. Nyilván nem lesz új, de utána már nem áll rá a szemed, már nem bántó. És uh, utána már az, az, ott már keresned kell, hogy hol is volt az, és amikor egy 100.000 kilométeres autónál van egy ilyen, hogy utólag azt a másfél centi hosszan kiecseted, az semmi baj. Nyilván, amikor van egy 1000 kilométeres autód, ami nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, akkor ott már ott már az már nem felel meg. De egy ilyennél nagyon jól megfelel. Csinálja a dolgát, és kész. Ezekben én mindig belemegyek, és akkor így nincsen a későbbiekben vita és most például, hát ennek az autónak az a storia magyarországi ingyen szerviz volt rajt, garanciális volt, most járt le, és a, a lány egy, hát egy lány, egy 50 körüli hölgy é volt, őtőle vásárolta meg a mostani tulajdonos, és a hölgynek, hát látod, ezt a karbon, ezt, azt, 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 Na, Hát ez mondjuk úgy, hogy nem erre az autóra való. És a pontos sztori az az, hogy a hölgynek volt egy kisfia, vagy van egy kisfia, és neki nagyon tetszenek ezek az autók. És addig-addig csesztette az anyukát, hogy egyszer az anyuka így ment haza, hogy akkor megcsináltatta a gyereke kedvéért. Nem a saját kedvéért, nem a izé miatt. Nem járt találkozóra ez az autó, nem csinált semmit. Egyszerűen csak így hozta az élet, hogy ilyenné kell válnia. Úgyhogy itt ez a gyönyörűség, ott ez a gyönyörű karbon. Már szerintem még ez is, ez is utólagos lehet, mert szerintem még igen, mindegy, majd kiderül. Meg még a hátsó szárny is kapott ízlésesen ilyen karbon, karbonságot. Na, úgyhogy mindig, mindig úgy tudjátok megnézni, hogy milyen autótok van, amit el szeretnétek adni, hogy megnézitek, hogy hány olyan van. Ha. Nagyon jó példa. 5 hónapja hirdetek egy Fiat Pandát. Nézzétek meg a Fiat Pandát. Gyönyörű, szép kis autó. Elvileg szombaton meg is veszik. De nézzétek meg a Fiat Pandát, hogy hány darab van belőle eladó. Van belőle eladó. Azt hiszem 40... 40 darab. Nem, bocsánat, 20 darab van belőle eladó. 18-20 darab van belőle eladó, abból 2 dízel. Én nekem mi van, dízel. 3,2 volt a rekordfogyasztásom. Azon, azon, azon izéltem, hogy mi, mi a legkevesebb fogyasztása, úgyhogy nem tartom fel a mögöttem lévőt, 3,2. Energiaválság van, minden drága, így úgy amúgy, és még mindig nem kell senkinek a 3,2-től induló fogyasztás, amúgy ilyen átlagban 4,2-t fogyaszt, én nagyon szeretem használni, én szeretem a régi autókat, és amikor be kell mennem ide, boldogan megyek azzal az autóval, kicsi, nem féltem ott hagyni a parkolóba, stb. stb. sok jó oldala van egy kis autónak. És azért hirdetem 5 hónapja, vagy lassan 5 hónapja, mert dízel. És hogyha 18 darabból, vagy 20 darabból 2 dízel, akkor az megmutatja azt, hogy amikor rendelték ezeket az autókat, akik erre a kategóriára, erre a kis kategóriára vágynak, ők benzinesek, vagy dízelesek? És az nagyon jól megmutatja, hogy 18-ból 2 dízel van. Na, ez az eladást is ö, meghatározza, hogy igen, majd ennek ö, ott lesz az eladása, hogy hogy hiába van tök jó tulajdonsága, nagyon jól, nagyon jól megy ö, kis autó létére, és ö, hogyha beültök egy, ö, ebbe az 50 -val álló erős ö, benzinesbe, ö, a klímát azt csak lejtőn szabad bekapcsolni, mert közben ha nem, akkor meg lassulnátok egyfolytába, és ö, a dízel meg semmi, szóval mindenkinek dízelt kellene venni abból a kis autóból, mert ahhoz az autó az, az passzol. És mégis a benzineseket egy folytába viszik, a dízeleket nem. És itt jön vissza az, hogy nézzetek meg egy, ez majdnem 20 millió forint ez az autó, nézzétek meg ezt, hogy hány autón fogtok látni, most teljesen mindegy, karbon fóliát, vagy akármilyen fóliát, hányon fogtok látni ilyen, hívjuk tuning fóliának. Szépészeti beavatkozás. Hát egyen se. Én amikor megláttam, így akartam a fejemet, hogy na most ezt miért kellett. És uh, nyilván megvolt a okkorán, uh, és kész, de egy biztos, ez megy. Én holnap szépen lemosom, átnézem, jegyzetelem a hibákat, kevertetek ki festéket. Uh, uh, nem csak a felniről szoktam kikeverni festéket, hanem az autónak a színé, itt is kikevertetem, mert ugye bár km kilométeresen nem tudhatni, hogy a fólia alatt nem régóta van fent, pár éve van fent a, a fólia, talán kettő, és biztos vagyok benne, hogy alatta lesz egy kavics felvörődés, vagy kettő, vagy három, és akkor szépen ezeket ki lehet ecsetelgetni. Én nagyon, nagyon hiszek a gyáriasságba, attól, hogy valami kavicsos, mindig kilométerhez kell mérlegelni, hogyha 20.000 km van egy autóban, és nagyon kavicsos az első lökhárító, akkor nyilván egy 20.000 km ne legyen nagyon kavicsos. De egy 100.000 kilométernél se legyen nagyon kavicsos, de ha lehet, akkor például ezeket a pontokat, ez most szerintem kosz, itt ő, igen, az kosz, de hogyha az kavics felvörödés lenne, akkor azzal a kis ecsetelővel nagyon szépen ki lehet pontozni. És utána, amikor elsétálsz előtte, akkor nem, a, nem ára áll a szemed, mert már nem veszed észre. És uh, én inkább uh, kipontozok, és uh, így uh, picit baszakszok, mert ez, ez egy uh, nagyon türelemjáték, és nagyon, nagyon, nagyon pepecselős, de inkább uh, ezt választom, mint hogy uh, ahhoz valaki hozzányúljon, levegye a lőkárítót, visszategye, nyilván ugyanúgy veszi le, meg ugyanúgy, ahogy levette úgy visszateszi, és nem lehet látni, hogy az már levolt véve, de a tudat, hogy az már egyszer le volt véve, meg le lett utoljára, vagy utólag még egyszer fényezve, azt nem szeretem, úgyhogy ö, ö, ezeket, ezekkel a kis apró dolgokkal ö, ö, el, el vagyok. Most például itt megláttam, hogy itt szerintem volt egy kavics, vagy egy volt egy ajtórányítás itt. És itt ö, Hát egy picit be van horpadva talán. De majd lemosom, és akkor jobban lehet látni. Egy olyan behorpadásnak a kihúzása 3 és 5 ezer forint között van. Szerinted egy vevő, amikor itt nézi ezt a 20 millió forintos autót x évig rá, és ott, ott azt nézegeti meg, nyomkodja, nyalogatja, nyálazza, én is azt csinálnám. De hát én én szolgáltató vagyok, én nagyon tudom, hogy mivel, hova és kihez kell fordulni, hogy a legjobb legyen. Akkor miért nem csináltatom meg én? Hát hülye lennék. Na, autókereskedők, én abból élek, én soha az életemben nem vettem külföldre autót, nem is fogok venni. Én nekem az nem kihívás, hogy licitálgatok, meg itt tudom én engem ezek nem érdekelnek. Én azt szeretem, amikor felmegyek a pont ra vagy pedig ismerettségem belül engem hívnak fel, hogy nem akarod megvenni. Elmegyek autókereskedőköz, ilyen autószalonokhoz. <laughs> igen, nagyon nagy nevű autószalonokhoz. Mert oda, hogyha ezt az autót leteszik bizományba, egy dolgot csinálnak vele, átmennek rajta egy mosással. Őket nem érdekli a fólia, hogy ez, ez egy ratyi tuning fólia, meg hogy a kisgyerek, sőt nem érdekli, ő így kapta, meg így fogja meghirdetni. Nem tesznek bele plusz energiát. Minél kevesebb dologgal próbálnak foglalkozni. Ilyen életet élünk, és nem a nagy cégekkel van a gond, hanem így szerintem már a társadalom az, 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 az ilyen egyszerűen működik már. Na, hát én ezekbe belemegyek, mert ott a kilincsnél ott az a kis nyomódás, az miért legyen ott, amikor 5000 forintért eltüntetik. Maximum 5000 forintért. Hát fogom, elviszem, és megcsináltatom. És amikor idejön az az ember hozzám, aki itt négy éve gyűjt arra, hogy majd lecserélje az autóját, akkor itt, itt nem nyalogat, itt, itt nem nézegeti a... Tudjátok, úgy szokták meg, meg megizélni, hogy, hogyha van valami ka, ö, ö, festékleverődés, akkor megnyalják a mutatójuknak a, az új percét, és akkor ott, 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 ott azt megdörzsülik, hogy az most kosz, vagy ö, festékleverődés. Na hát nálam ilyen nincs. Vagyis arra törekszek, hogy nekem ilyenek ne legyenek, hanem jöjjenek ki. Úgy szokott lenni egy autó eladásom, itt egy 80%-ba, hogy ide jönnek. <laughs> Ez szép. Ez olyan, mint a videóba. És akkor, hogyha beszélgetünk összességében 30 percet, akkor 25 percet nem az autóról beszélünk, hanem így egymásra, honnan jöttek, mit csinálnak, mit dolgoznak, honnan vettem az autót, mert mit, de nem az autóról hogy milyen állapotban van, és majd hova kell elvinni üvegeshez, vagy szélvedőshez, vagy kavicsoshoz, vagy akár hanem az autót így körbenézik, és azt mondják, hogy én ezért, ezért gyűjtöttem. Na, én nekem ez a, ez a, hát a fő előnyöm, mondhatjuk így is, az autót már amúgy megjártam Balatont vele, mert ezeknek a bézs, bézs üléseknek, ez, vagyis nem is a B, teljesen mindegy, a világos üléseknek nagyon hamar el tud színeződni, hogyha valaki farmerba vezet, akkor ilyen, ilyen általános, ö, egy átlag felhasználó nem veszi észre. De itt ö, egy picit ö, ö, próbálok úgy gondolkozni, oda nézete? Ezt a sok Hogyha olyan autótok van, amin fényes fekete a, ez a belső betét, akkor világítsátok meg a telefonotokkal. Itt nagyon sok fény van nálam, hát <laughs> itt van egy pár is, ez nagyon kihozza ezeket a kis apró hajszálkarcokat. A nappali menetfénybe, alig, vagy ilyen nappali napsütésbe alig lehet látni. De hogyha megvilágítjátok telefonnal, akkor rögtön előjön. Na, ezt én fel fogják polírozni. Nem olcsó, de meg fogom csináltatni. Tudjátok miért? Meg, amikor vannak ilyen kis elemek, mindjárt meg, meg, megvilágítom telefonnal. Ez szép. Ez normális ö, fényezőnél volt, amikor ö, gyártották az autót. Az nem. Vagyis nem az, hogy normális fényezőnél, mert az gépek gyártják sorozatban mind a, a, a másodpercenként tizet. De ez teljesen más minőségű fényezést kapott, mint az. És ö, ide nézzetek, a sok fény még, ahogy ez ilyen kis finomka. Na. Ilyezom a... Azt hittem, hogy ajtószervos. Nem. Nem jól emlékeztem. Hát hol... Hol nem olyan dzsuvás. Itt egy picit itt meghúzom. Így. Oda nézzetek, mennyi apró hajszálkarc. Fél év alatt tud ilyen lenni. Hogyha most felpolírozhatom ezt az autót, és úgy, hogy én normálisan mosom, megadom neki a, a, a tisztességet, nem megyek be gépi sem, Akkor fél év múlva lesz kb. ilyen karcos a fekete autó. És az ilyen sok kicsi lámpánál így kijön a, 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 ezek a karcok. Teljesen mindegy, hogy hol mosad, izé, csak kézi, csak izé, ilyen fél év után, vagy ilyen 20.000 km után, 30.000 km után már újra karcos. Na, és én ezeket így beteszem a belsejét, azért csináltatom meg. Annyi autót eladtam már azért, mert mindig, én mindig, mindig mindenkit arra buzdítok, hogy el akar menni autót venni, szálljon rá egy napot, nézze ki, nézzen ki legalább hármat. Teljesen mindegy, hogy melyik tetszik a legjobban. Nézze ki a hármat. Én mindig azt mondom, hogy engem hagyjanak utoljára, amikor tudom az, hogy mennek el autót nézni, és én, én akarok lenni az első. Mindig szoktam mondani, Mm, menjenek el, nézzék meg a, 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 a többit, azt utána hívjon fel. Én vállalom azt, hogy kijön hozzám, és nem lesz rajt hiba. És hogyha lesz rajt hiba, akkor mindent elengedek az árból, mindent. És, és nincs kérdés, mert tudom, hogy hogy dolgozok, és jó a szemem. És akkor eljönnek, és akkor, amikor, mert általában aki bés belsőt vesz, az nem fog venni, nem, aki bézs belsőt szeretne, ilyen belsőt szeretne, az nem fog megnézni fekete belsőset. Mert a bés belsősök, a világos belsősök, azok nagyon ragaszkodnak, hogy teljesen mindegy, hogy tört vagy vaníliás, vagy mit tenni, de világos legyen. És általában egy, egy színű ülések vannak, vagy ilyen világosból nincsen tízféle, és tudom azt, hogy amikor elmegy, kinyitja az ajtót, és teljesen mindegy, hogy a melyik Mercedes szalon hirdeti, tudom azt, hogy ők nem viszik el Balatonra takarítani. Nem viszik el sehova takarítani. Univerzális ö, szerekkel áttakarítják a saját mosolyukba, és kész. És hogyha szerencsém van, akkor pont ugyanilyen belsőt néz az érdeklődő. Én mivel elviszem, azért megyek majdnem 400 kilométert, mert ugye le kell vinnem, kell mögöttem jönni egy másik autónak, aki engem hazoz, majd másnap, amikor elkészül, akkor vissza kell vinni engem siófokra, és uh, én meg hazazom, és hogyha azt a két autónak a kilométerét megnézzük, akkor az 350-380, és uh, az 8 munkaóra nekem, mert ugye bár két ember megy le, és két ember jön vissza majd, és uh, amikor bementek megnézni egy ugyanilyen ülést, a valamelyik nagy nevű izéhoz, ők csak nagyjából átdörgülik főleg a bizományos autó, az autókereskedőnek az, a, az, egy, az egy ilyen púpa hátukra, mert nem tudják jól kezelni. Ők a sajátjukra koncentrálnak, én, én meg úgy vagyok vele, hogy, hogy én, én, az autókat szeretem, én attól, hogy most az nem az én nevemen van, hanem a te neveden van, vagy a, a akárkinek, én, 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 nekem az egy feladat és kész teljesen mindegy, hogy a sajátom vagy mási. Na és azért szeretem elvinni a, 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 oda, mert ott teljesen visszaállítják az eredeti színére. És amikor elmentek megnézni egy másikat, akkor látjátok, hogy ugyanaz az ülés, ott azt látjátok, hogy szép. És eljöttek hozzám és megnézitek, és akkor rögtön szoktátok kérdezni, hogy ezt szokták kérdezni, hogy epe új ülések vannak? Nem, miért? Hát mert hogy most néztünk a, a, most néztünk ott a másiknál, és ugyanez volt a szín, de hogy az sokkal sötétebb volt. És akkor így, nem, hát nem, ez, ez normálisan le van ápolva, és kész. És ilyenkor a vevő nem azt mondja, hogy nem azt, amikor azt mondom, hogy normálisan volt ápolva, és normálisan volt tisztán tartva, akkor ő ezt nem azt gondolja, hogy én nem nem sajnáltam rá az időmet, energiámat és a pénzemet ö, egy ö, takarításra. Nem azt gondolja, hogy ez sokkal jobb tulaj volt, ö, mint a valamiért a, a vevők így működnek, hogy hogyha, vala, hogyha valahol látnak egy kis foltot, akkor az rögtön rossz tulaj, hogyha nem látnak ö, foltot, akkor az jó tulaj. Nyilván nem így van, de valahogy így működnek a tulajok, vagy a vásárlók, és. Nyilván nekem ez alkalmazkodnom kell, hiába logikátlan. És én megcsináltatom, mert amikor elmentek oda, meg eljöttök ide, akkor azt fogjátok látni, hogy azt hát milyen nagy különbség van közötte. Na és amikor mindenbe beleálltok, még a, a felnőnek a szinkódját is elmentek oda, megcsináltatjátok, vagy megcsináljátok, mert ezt otthon is. Én ezt itt, így, szoktam mindent csinálni, autót mosni, pontozgatni, meg mit tudom én, csak a, a polírozást nem tudom megcsinálni, mert az sok idő, is. Az, ö, ö, én annyi időt nem, nem lehetek távol az autóktól hogy egy teljes napot úgyhogy a polírozás ö, azt leveszem a vállamról na úgyhogy én, én most ezt szépen elviszem ez el fog tűnni és ö, és akkor hajrá megy majd fel a piacra majd nézzétek meg a, ennek a, a videóját két-három nap és ö, lehet hogy már holnap este fel lesz Úgyhogy ö, majd nézzétek meg, és, ö, és ennyi mindent lehet kihozni. Nyilván ez nagyrészt pénz kell, de ö, inkább akarat is. Mert amikor egy bizományos autó érkezik, felívnak hogy segítsek az eladásába, amikor megkezdem azt, hogy tényleg el szeretnél az autóját? Igen. Fekete az autó? Igen. Rászálljuk a polír? Persze. Szóval ezt a más, más autókereskedést tudná így csinálni, csak nem azt nézik, hogy, hogy, hogy kifizeti ki hogy kell -e beletenni saját pénzt, vagy nem kell beletenni saját pénzt, hanem azt nézik, hogy oda el kell vinni, akkor majd vissza kell hozni. Hát most ez nem a miénk, akkor most, akkor most miért? Amúgy mondok még egy, még egy rossz dolgot. A políros és políros között mekkora különbség van. Nem mondok városokat. A polírosoknak a, a minimum a 80%-a 80 az nem autópolírozó, hanem vannak azok a políros ö, ö, kozmetikumok, amik ö, úgy működnek, hogy ö, szépen lemossák, és ö, elkezdik beledörgölni, mint políroznák, és ö, az ö, feltölti a karcokat. És akkor ezek a karcok tök jól eltűnnek, de... Az eső, hogyha kihagyod az esőn, a, vagy sokszor lemosod egymás után, akkor két, három, négy, öt mosás után kijönnek azok a feltöltő anyagok a karcokból, és akkor hopp, újra. Miért alkalmaznak ilyent a polírosok? Nem azért, mert ők át akarnak verni mindenkit, hanem mert ez a trend az autókereskedők. A, a... Nagy részt a polírosok az autókereskedőkből élnek. És és az autókereskedőnek az a lényege, hogy mit tudom én eladja a két hónap alatt, most addig esik valamennyi eső. Önnek az a lényege, hogy amikor lefotózza, akkor aztán ott úgy nézzen ki, ahogy, ahogy a lehető legjobban. Aztán az, hogy most majd a vevőnél újra előjön a karc, hát gondoljátok bele, ki, kire gondol a vevő, megveszi az autót karcmentesen, aztán minden két hónapon belül kikopik a karcokból az a kis izé kit fog hibáztatni? A feleséget, aki használta az autót, és nem nem emlékszik rá, hogy hol karcolt össze, vagy pedig azt mondja, hogy Há, hát ja, nem tudják ezt az emberek, úgyhogy ja, és én pont ezért vagyok nagy bajba, vagy ezért voltam nagy bajban nagyon sokáig, mert nem találtam normális políros, mert nem volt meg se az eszköze, se a, inkább az akarata, mert nem is az akarata, hanem a, munkája, az eddigi, eddigi, munkái, azok nem az én féle vásárlókból álltak, hanem az átlagkereskedőkből, és ezért engem meg nem tudnak kiszolgálni, aki meg szeretné a minőséget. Na, majd jövök a videóval, és akkor van érdekes témátok, írjatok, megválaszolom, hogy én mit, hogyan csinálok. Jó? Sziasztok!